Sotvadkertváros önkormányzata, a Sotvadkerti Testedző Egyesület labdarúgó szakosztálya U19-es csapatának az év sportolója díjat adományozza, és 100 000 forint pénzjutalomban részesíti a labdarúgás sportágban nyújtott kiváló sportolói teljesítményéért, kiemelten a Bács-Kiskun megyei első osztályú bajnokságban 2015-16. Évben elért első helyezéséért. A díjat Ugrai Imre edző és Gyimóti Péter csapatkapitány veszi át. A Sotvadkerti Testedző Egyesület labdarúgó szakosztályának U19-es csapata. A Sotvadkerti Testedző Egyesület labdarúgó szakosztálya mindig is sok időt és energiát szentelt az utánpótlás nevelésre, melynek eredményeire ugyanolyan büszke, mint a felnőtt csapat sikereire. Az elmúlt években az U14, a serdülő, az ifjúsági és a felnőtt csapat is a város jó hírnevét öregbítve méltón állt helyt a megyei bajnokságban. Az utánpótlás nevelés terén kiemelkedő teljesítményt nyújtott az a korosztály, akikkel Ugrai Imre edző előbb a serdülő csapatban szerettette meg a labdarúgás szépségeit, és kovácsolta őket igazi csapattá, mely azután a 2014-15. Évi bajnokságban ezüstéremhez, az elmúlt nyáron pedig az ifjúsági bajnokság aranyérméhez vezetett. A 2015-16. Évi bajnokságban tehát megyei ifjúsági labdarúgó bajnok lett a Sotvadkerti TR csapata, amikor az utolsó fordulóban a nagy rivális Kiskörös 3-1-es legyőzésével a tabella élén zárták a szezont. Azért is különleges ez az aranyérem, mert közülük 9 játékos tagja volt az egy évvel korábban serdülő ezüstérmes csapatnak, akik néhány idősebb játékossal kiegészülve egy évvel később már a megye legjobb ifjúsági csapataként bizonyítottak. Továbbá azért is, mert a 2003-2014-es szezonban, azaz 12 éve sikerült utoljára ilyen eredményt elérni. A felnőtt csapat fele ifjúsági korú, akik a bajnokság véghajrájában, mérkőzéseken, egész évben edzéseken és azon kívül is segítették az ifjúsági csapat munkáját, hozzájárulva a sikerhez. A bajnokcsapatból 3-an már bemutatkoztak felnőtt bajnoki és kupa mérkőzéseken is. Reményeink szerint a fiatal csapatból a későbbiekben többen is a Sotvadkerti TL felnőtt labdarúgó csapatát fogják majd erősíteni. Ez azt jelenteni, hogy továbbra is áldozatkészek a Sotvadkerti labdarúgás iránt, és szorgalmuk, akaratuk töretlen marad a későbbiekben is. Sotvadkert városa pedig büszke az elért eredményre, ezért az önkormányzat e díjjal tiszteleg a csapat kiváló sportolói teljesítménye előtt, megköszönve minden tagjának, hogy kitartásával, szorgalmával és példamutató magatartásával emelte városunk jó hírnevét. És következzék most a bajnokcsapat névsora. Halljuk tehát, kik azok, akik ezt a kiváló sporteredményt eredményt elérték, és akiket kérek is, hogy szíveskedjenek egy készfogás erejéig a színpadra fáradni. Ugrai Imre edző tehát, és a csapat tagjai. Balog Attila. Baranyai Dávid Mihály. Csehó Kovács Márk. Doszpot Tamás, Dudás Bálint, Eifert János, Fekete István, Galambos Márk, Gyurica Máté, Korsós Zoltán, Lévai Balázs, Németh Pál, Palakovics Balázs,
Pécka Máté. Becker Roland Sándor. Rózsa Bence. Simon Márk János. Takács Bálint. Tallér István. Tasnádi Dávid. Turancsik Patrik László. Varga Bence. Vasmolnár Károly Barnabás. Vida Kristóf. Vince Viktor. Viola Máté József. Zoboki Márk. És Zöldág Gergő. A további sportsikerekhez sok erőt és kitartást kívánunk. Pár gondolatot szeretnék megosztani. Először is szeretnék gratulálni mindazon sportolóknak, akik ebben az évben nagyszerű eredményeket tettek el, de most nem rájuk esett a választás. Szeretném megköszönni városunk vezetőségének, hogy nagyszerű díjodaítélésekor számításba vettek minket, és végül minket tartottak erre a legérdemesebbnek. Szeretném megköszönni a labdarúgó szakosztály vezetőjének, Hatvanyi Edvárnak, Korsó Zoltán vezetőségi tagnak, Traff Ferenc támogatónak az egész éves rengeteg segítséget. Nem feledkeztetek el Hímer Istvánról, Mestiről, aki mind a mai napig rengeteg szakmai segítséggel van a segítségemre. Szeretném megköszönni mindazon sótvatkerti sportszerető embereknek, akiknek szíve inkább a labdarúgás felé húz, de mindazoknak a szurkolóknak, akik otthon lélekben végig velünk voltak, akik kilátogattak a mérkőzéseinkre, mint hazai, mint idegenbeli meccseken is buzdították a csapatot. Köszönjük nekik is. Nem utolsó sorban pedig szeretném megköszönni a csapatomnak, akik végig hittek magukban, hittek a munkában, hittek bennem, és eredménye volt ez a nagyszerű siker. Bajnokságot nyerni, aki sportot, azt tudja, hogy nem egyszerű dolog. Voltak szkeptikusaink, akik szerint ez nem olyan fontos. Köszönjük nekik is, mert az utolsó pillanatokban óriási lelki erőt, plusz motivációt adott a csapatnak. Úgyhogy röviden csak ennyit. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamit is tett ezért a bajnoki címért, azt, amit most kaptunk díjat, az érezze magáénak is. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hajrá Sótvatkert!